Most pedig kérlek benneteket, hogy lapozzatok a 2. Mózes 17. fejezetéhez, és folytatni fogom az Isten nevéről szóló igazságoknak az elemzését, hirdetését, mert ez rendkívül fontos a keresztény életben, hogy az Istennek a nevének az igazság tartalmával, er, annak a, az újszövetségi üzenetével, teljesen tisztában legyünk, illetve kapjunk a szívünkbe egy olyan szellemi látást, hitet, amelynek következtében az Istenek a nevét hatékonyan tudjuk használni. Az a célja az Isten nevének a használatának, hogy ne csak egy üres szó jöjjön ki a szánkból, hanem a név használatával fölszabaduljon Istenek a jelenléte. Ezt a példát látjuk az apostolok cselekedőnek a könyvében, hogy nem killottak nagyon az apostolok, a nevet használták föl, a, és a név által közvetítették az emberek számára a bűnbocsánatot, a gyógyulásokat, Istennek a szellemét. Amikor kimondták, például Péter Apostol kimondta Cornélius házában, hogy az ő nevébe vetett hit által nyernek az emberek bűnbocsánatot, olyan kenet szabadult föl Kornéliusz házába, ugyanam a pillanatban a mennyből leszállt a Szentlélek Kornéliuszra, házanépével, és betöltötte őket Istenek a szelleme. Nagyon szeretnénk így, így az Úr nevét használni. És ezt teszi igazából hatékonyá az egyházat, ha a nevet, az Úrnak a nevét, hatalommal és erővel tudják használni. Ennek természetesen fontos, hogy legyen fedezete a személyes életedben. Az első legfontosabb fedezete az, hogy legyen bűnbocsánatod, és Jézus vérével meglegyél tisztítva, és meglegyél szentelve, és erre pedig rájöjjön Isten szellemének a kenete és az ereje, mert ez adja a név tartalmát, a név fedezetét a Szentléleknek az egyik nagyon fontos célja az, hogy a nevet fölmagasztalja. A név is igazság, de ráadásul az egyik legalapvetőbb központi igazság, és éppen ezért, mivel a Szentlélek azért jött, hogy az igazságról bizonságot tegyen, elvezessen bennünket minden igazságra, ezért az egyik ebben a feladatkörében az egyik legfontosabb célja a Szentlélek működésének és a munkájának, hogy az Úr nevének a hatalmát, erejét és az igazságát ismerté tegye mindazok számára, akik Jézus elfogadták, azonosultak a halálával, eltemetkezésével és föltámadásával. És a névvel fölszabadul az Istenek az országa, megnyílik Isten országának a kapuja, és megtapasztalhatják az emberek Istenek az áldását. Most egy újabb igazságot fogunk megnézni a Bibliában, a Jekféról, amely a 2 Mózes 17. fejezetében található. Nem olvasom föl az egész történetet, tehát Izrael fiait Isten az előzményekről néhány mondatot azért had, szeretnék mondani, hogy Izrael fiait Isten hatalmas csodával szabadította meg az egyiptomi hadseregtől, akik pontosan azért nyomultak Izrael után, hogy fizikailag megsemmisítsék a zsidókat, és ráadásul beszorították őket a tengerpartra, úgyhogy természetes szinten teljesen reménytelen volt a zsidóságnak a sorsa. De Isten természetfölötti erővel beavatkozott a sorsukba, és egész éjszaka olyan kelet, keletről olyan szelet gerjesztett, amelynek eredményeképpen a Veres-tengernek a víztömegét ketté nyitotta, és a, a szélnek az energiájával fönntartotta a vizeket, mintha, mintha fal lenne, fá, a téglából építettek volna fel a falat. És kinyitott a tengeren egy ösvényt, és ezen az ösvényen a, a, a izraelnek a fiai száraz lábbal mentek át, és ugyanakkor nyomultak utána az egyiptomiak, és őket pedig a víz elnyelte. Ezek után Izrael fiai hálát adtak Istennek, boldogok voltak, és hát meneteltek tovább, mert Istennek az elhívása az volt, hogy az ígéret földjére vezesse őket. És ezen az úton nagyon sok problémával találkoztak. Az egyik ilyen nagy probléma egy rabló nomád törzs volt, akik megtámadták Izraelnek a fiait, és ezek rabszolgák voltak, éppen néhány napja szabadultak föl a rabszolgaság alól, tehát abszolút nem rendelkeztek militáns képességekkel, illetve katonai eszközökkel, és megtámadták őket Refidimnél, Izraelnek a fiait, és a 14. és a 16. versszakban a következőt olvassuk. Mondja az Úr Mózesnek, ír meg ezt emlékezetül a könyben, és add tudtára Józsuénak, hogy minden estől eltörlöm Amalek emlékezetét az ég alól. És épített Mózes oltárt, nevezé a nevét Jehova Nissinek. És mondja, megesködött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amalek ellen, nemzetségről nemzetségre. Tehát egy rabló, nomád törzs az amalekiták megtámadták Izrael fiait, és a csatának nagyon változékony volt az eredménye. Mózes megkérte hogy vezesse Izraelnek a seregeit, de amikor csupán emberi erővel küzdöttek az amalekiták ellen, akkor az amalekiták győztek. De amikor felemelte a kezét Mózes az Izrael istenéhez, tehát ez Jelezte, hogy imádkozik, tehát Istentől segítséget kér, akkor mindig Izrael fiai diadalmaskodtak az amalekiták fölött. Majd Mózesnek a keze elfáradt, és Áron és Húr tartotta a fáradt kezét az ég felé, és végül ennek köszönhetően Izrael fiai legyőzték az amalekitákat, és ezután Isten adott egy kijelentést az ő nevéről, a Jahve Nisziről, vagyis az Úr az én zászlóm, vagyis a zászló az Istennek a nevét is és győzelmét is jelenti, hogy az az Isten, aki győzelemre vezeti az ő népét. És utána Mózes épített oltárt, az oltár építése az Ószövetségben az imádást jelentette, tehát Mózes is már előtte már ismerte Isten, de itt ismerte meg Isten, mint harcosnak, olyan személynek, aki a népéért küzd, harcol és segíti az ellenséggel szembeni erőfeszítését, hogy ezek az erőfeszítések ne kudarcba fulladjanak, hanem győzelem legyen a harcnak az eredménye. És Mózes imádta az Istent, imádta a Jákvét, mint Jákve Nisit. Tehát ez a történetnek az Ószövetségi tartalma, és ez egy hatalmas nagy kijelentés tartalmaz, hogy Isten nyilvánvalóvá tette, hogy az ellenségeivel szemben nincs kiszolgáltatva Izrael, hogyha megtartja a szövetségnek az igéjét, akkor mindig számíthat Istenek a támogatására, küzdelmére, harcára, és ennek a támogatásnak az az eredménye, hogy Izrael legyőzi az ellenségeit. És felhívom a figyelmeteket a pontosan erre a harcra, hogy itt az emberi és az isteni erőnek az egy együttműködésének az eredményeképpen, Győzött Izraelnek a fiai. De mégis azt lehet mondani, hogy nem 50-50 százalékosan -50 oszlódott meg a úgymondja győzelemben az érdem, hanem azért a döntő szerep az Istené volt. Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokszor a keresztényektől is hallom, hogy hát az Úr harcol értünk, és igazából nekünk passzívan kell várni az Isten küzde erőfeszítésének az eredményét. De legtöbb ilyen katonai konfliktusokról szóló bibliai beszámolókban nem ezt olvassuk, bár van olyan történet, ahol inkább azt lehet mondani, hogy várakozó állásponton volt Isten népe, de a legtöbb esetben mindig az emberi erő és az isteni erő együttműködésének az eredmények képpen jött a győzelem, és a győzelemről, a, a különösen a törvény, is azt jelentette ki, hogy minden esetben, még ha az emberek nagy erőfeszítést tesznek a győzelebért, az minden esetben az élő Istennek az ajándéka. Mert sokszor túl erő, amikor például Józsué könyvében van egy érdekes esemény, ai városánál történt, ugye Jerikót dicsőségesen. Elfoglalta Izrael fiai. Utána nagyon biztosak voltak abban, hogy egy olyan gyenge városállamot, mint Ait, nagyon hamar el tudnak foglalni, és éppen ezért egy kis sereggel vonultak Ai ellen. De nagy megdöbbenésükre, hogy nagyon nagy katonai vereséget szenvedtek Ainál. És Ainál pedig Isten kijelentette, hogy a győzelem az feltételes, és nem feltétlen. feltétlen abban az esetben adja meg Isten a győzelmet az ellenség fölött, hogyha Isten népe betartja az Istenek az igéjét, és követi a szövetségben meghatározott rendtartást, és isteni követelményeket, erkölcsi és szellemi követelményeket. Ainál pedig azt látjuk, hogy volt egy ember, Ákám, aki az Istennek szentel dolgokból elvett dolgot, és a sátorába rejtette el, és kiderült, hogy ő miatta szenvedett Izrael ainál olyan veresége, amely azért volt váratlan, mert Izrael fiai ott már erőbe voltak az ellenséggel szemben. És a Józsué könyve pedig világossá tette, hogy igen, harcol Isten az ő népéért, de ennek a harcnak Isten részéről feltételei vannak, az engedelmesség Isten igéjének. Ha nem engedelmeskedik Isten népe az ő beszédének, akkor Isten az ellenség oldalára áll, és az ellenséget fogja támogatni a küzdelemben és a háborúban, a harcban, és akkor természetesen az eredmény a kudarc és a vereség lesz. Röviden nézzük meg tehát a Józsué-nak a a, a történetét a Józsué hétben, amely nagy tanulságból szolgál, Új Szövetségben élő keresztények számára is, hogyha vereséget szenvedünk, akkor ne a körülményekre fogjuk, hanem azért vizsgáljuk meg, hogy van-e az életünkben valami olyan dolog, ami miatt Isten bennünket legalábbis átmenetileg vagy ideglenes jelleggel nem támogat, felfüggesztette a segítségét pedagógiai okok miatt, vagy fegyelmezés okából, hogy megfegyelmezzen bennünket kudarcsal és vereséggel, hogy a, hogy a kudarcból és vereségből is tanuljunk, Isten félelmet és Isten igényéhez megfelelő viszonyt hozzunk létre. A 11. és a 12. verszakban a következőt mondja okként a vereség ké, vereségnek, a, az Úr védkezett Izrael, által hágták a szövetségemet, amelyet rendeltem nékik, mert elvettek a teljesen szentel dolgokból is, loptak is, hazudtak is, és edényeik közé is dugdostak. Ezért nem bírtak megállni Izrael fiai az ő ellenségeik előtt. Hátat fordítottak ellenségeiknek, mert átkozottakká lettek. Nem leszek többé veletek, ha ki nem vesztítek magatok közül azt a szentelt dolgot. Tehát egyértelművé tette Isten, hogy a támogatás, illetve az ő győzelméből való részesedés csak engedelmesség által adatik Isten népének. És ha vereséget szenvedünk, vagy kudarcot szenvedünk egy területen, akkor ne a körülményekben keressük a fő okot, különösen nem másokban, hanem vizsgáljuk meg az életünket, hogy van-e olyan dolog, amelyel megsértettük az Istenek a törvényét, az Istenek az igazságát, és a szövetséges viszont ezáltal megrontottuk. Mert Istenek a segítsége és a támogatása tehát nem feltétlen, hanem feltételes és ez nagyon fontos a keresztényeknek is megszívlelni, mert akkor meg vagyok róla győződve, hogy sokkal precizebben fogják az Istennek az igéjét megtanulni, megtartani, követni, és ennek az lesz az eredménye, hogy az életüket Isten megáldja sikerrel. A következő dolog, amit fontos tudni az Isten által támogatott küzdelemről, hogy ugye beszél a Biblia, úgymond rossz harcról is, nem tudok most jobb szót mondani rá, tehát ördögi harcnak is lehet mondani, amiben az emberi aljasság, gyarlóság, meg nyilvánvalóan az ember fölötti gonoszság játszik központi szerepet. Ezt nem tanácsolja soha Isten az ő népének, hogy ilyen küzdelmekbe és ilyen harcokba belebocsátkozzanak de a Biblia beszél szent háborúról, tehát olyan szent harcról, amely nem öncélú, hanem az Istenek a dicsőségét szolgálja, az Istenek a munkáját segíti előre. Nyilvánvalóan, hogy az új szövetség ideje alatt ezt katonai eszközökkel vizták meg, Izraelnek a fiai, az új szövetség nyilvánvalóvá teszi, hogy ezt a harcot nem katonai eszközzel kell megvívnia, legalábbis az egyház számára, hanem szellemi, spirituális eszközzel. Most az államról ne beszéljünk az államhatalomról, mert az egy nehezebb problémás terület, itt is nagyon sok félreértés van, és csak annyit szeretnék leszögezni, hogy az államhatalomnak a jellegét Isten az új szövetségben sem változtatta meg, majd a következő visszajövetelekor fogja megváltoztatni Isten az állam, hatalomnak a jellegét, tehát addig az államhatalomnak van egy monopól joga az erőszaknak a használatára, de itt is nagyon fontos, hogy az igazságosságnak és a jogszerűségnek az alapján történjen, és más arányosság elvét is figyelembe kell venni. De tehát azok a keresztények, akik az, elvárják, hogy az állam keresztényi módon viselkedjen konfliktus helyzetekben, az butaság, mert az Új szövetség ezt nem változtatta meg, tessék elolvasni Római Akkozit levél 13. fejezetét, ott vannak azok az alapelvek, amelyek tartalmazzák a Új korszakban is az államhatalomnak a, a mandátumát, illetve kompetenciáját. De viszont az egyház nem használhat, a kereszténység nem használhat katonai eszközöket az érdekeinek az érvényesítésére, és a másik dolog, hogy nincs olyan háború, amit Isten támogat azért, hogy az Istennek a népe, ...nek az érdeke érvényesüljön, mert a elsősorban szellemi konfliktusról beszél az új szövetség. Tehát ennyit elöljáróban. Az amalekiták, ahogy mondtam, a fordításban is, amit jelent az amalekiták, rablás jelent, tehát egy fosztogatásról eh, és rablásról kapta ez a törzs a nevét. Ezért a Biblia magyarázóknak a döntő többsége jelképnek is veszi az Amalika törzset, jelképezi azt a tolvajt, akiről Jézus Krisztus beszélt a János Evangélium 10. fejezetében, amikor azt mondta, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, öljön és puszítson. Ezzel a romboló puszító tevékenységével állítja szembe Jézus a saját tevékenységét, hogy ő pedig azért jött, hogy életük legyen az embereknek, sőt, bővölködjenek. Tehát az egyik az élettől megfoszt, az élet lehetőséget és az ezzel kapcsolatos körülményeket folyamatosan rombolja, és minden ezzel kapcsolatos dolgokat. Ugyanakkor a názeti Jézus Krisztusnak a küldetése az élet adásról szól, az életnek a védelméről szól, a természetes életről is szól, és az örök életről is szól, mert az új szövetségben mind a kettőre hangsúlyt kell tenni, a természetes életnek a szolgálatára is, illetve az örök életnek a szolgálatára is. Tehát az amalekiták ezt a szél szolgálták, és a názeti Jézus Krisztusnak az egyik fő célja az volt, most jelképesen mondva, amit nagyon világosan mond János Apostol, hogy azért küldte el Isten a Földre a názeti Jézust, hogy a tolvajnak, vagyis az ördögnek, vagy akár az amalekitáknak a munkáját a Földön lerombolja. Tehát Jézus nem csak épít, és nem azért hozta a jót, hogy a rosszhoz hozzátegye, hanem azért jött, hogy szétválaszza és éles határt húzzon ki a jó és a rossz között, a halál és az élet között, a bűn és az igazság között, és ugyanakkor a másik, amit a Biblia ellenségnek mond, a bűn az ellenség, az ördög az ellenség a Bibliában, annak a rombolását is célul tűzte ki Jézus, és rendszeresen a földi szolgálata ideje alatt, tehát pontosan azért gyógyította a betegeket, mert ezzel gyengítette a betegségnek a hatalmát a földön, azért szabadította meg az embereket gonosz szellemektől, mert szintén a gonosz szellemeknek az emberekre gyakorolt befolyását így szorította vissza, azért bocsátotta meg az embereknek a bűneit, hogy az embereknek lehetőséget adjon arra, hogy kijöjjenek a bűnnek az uralma alól, és elfogadják az Istenek a megigazulásának a kegyel, megigazításának a kegyelmét, és igaz emberekké váljanak a bűnösök, tehát minden cselekedeteket, cselekedetét Jézusnak, abból azt a következtetést vonjuk le, hogy ő építette az Isten országához tartozó javaknak és dolgoknak a Földön való jelenlétét az embereknek az életében, ugyanakkor az embereknek az életében az ördög munkáját rombolta. Tehát a betegséget is, a démonizáltságot is, a bűnöket is, és a bűnös életmódot is a Biblia az ördög munkájának tartja. Ami természetesen e, akkor tud megszűnni az ember életében, hogyha az Isten hívásának eleget tesz az ember, és együtt működik az Istennel, vagyis úgy szokták mondani Biblia alapján, hogy megtér az ember teljes szívéből az élő Istenhez, és ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a názeti Jézus Krisztusnak a győzelme, akár a bűn fölött, akár a betegségek, átkok fölött, vagy gonosz szellemek fölött valóságá váljon az életükben. A názeti Jézus Krisztusnak ugyanakkor a döntő küzdelme, harca, mondanám, az a refidimi harca, amit az ószövetségi nép refidimnél folytatott am az amelekiták ellen, az a kereszten történt. A názeti Jézus Krisztusnak a megfeszítése és föltámadása által. Most nem akarok erről részletesen beszélni, de Dávidnak a zsoltárai ugyan jelképszerűen mutatja be azokat a sötét erőket, amelyek a názerti Jézus Krisztus Golgatai keresztje körül voltak. Ezért, ha olvassátok ezeket a mesiási zsoltárokat, ott találhattok tulkokat, különböző állatfajtákat, ebeket, stb., ami természetesen, ha megnézed az evangéliumot, hát nem tulkok, meg állatok voltak ott a, a kereszt körül, a megfeszítés körül, hanem nyilvánvalóan ezek az állatnevek szellemi lényeket jelképeznek, tehát a bibliai szimbólum rendszerben ezt így kell értelmezni, tulkok, kutyák és más állatokat is felsorol, például oroszlán is ide tartozik, a pár annak kettős értelme van, pozitív is, van negatív tartalma is. A negatív tartalma akkor egyértelműen az ördög jelképezi a szentírásban az oroszlán. Tehát ezek mind ott voltak a kereszt körül, és a názeti Jézus Krisztusnak nem csak az emberi gonoszsággal kellett megbirkóznia, hanem a, a, a természetfölötti gonoszsággal is e, meg kellett neki birkóznia, meg kellett neki küzdenie, és nem véletlenül, hogy amikor Gecsemáni ná, kertben történt a názeti Jézus Krisztusnak az imája, akkor már olyan erős szellemi, már sötét szellemi nyomás alá került Jézus, hogy az imádkozás alatt vért, verejtékezett, Erről számol be az evangélium, tehát olyan fizikai, lelki, presszió alatt volt, gyötrés alatt volt a názeti Jézus akkor, ami már azt jelentette, hogy a sátán lények körülvették természetesen a természetébe, nem tudtak beköltözni, mert a természetünkbe való beköltözéshez szükséges az embernek a hozzájárulása, és ezt a hozzájárulás bűnnek nevezzük. Olyan dolgot cselekszel, amely szemben áll Istennek a törvényével, akkor természetesen a gonosznak jogi alapja van, jogosultsága lesz, hogy beköltözön az életedben. De Jézus büntelen volt, őbeli nem tudott bemhatolni a sátánnak az erői, csak körülvették, és kívülről gyakoroltak rá nyomást. Ebből lehet megérteni hogy a gecemáni kerben nem a halál félelemtől, meg a pusztán a fizikai szenvedéstől majdnem összeroppant, sőt, le kellett jönni a mennyből angyaloknak, hogy a názeti Jézusnak a testét, lelkét megörösítsék. Tehát nem a fizikai szenvedéstől volt a názeti Jézusnak egy rettegése, hanem személyesen ott volt az ördög, ott voltak a bukott angyalai, a legerőteljesebb sátáni erők, és a názerti Jézus Krisztust teljes mértékben elválasztották az atyától, az Istennel való közösségtől. Ez is egy kiüresítés volt a názerti Jézus életében, hogy elment a kenet, ilyent előtte nem olvasunk, a egészen más állapotban volt názerti Jézus Krisztus, amikor 40, éven, 40, 40, napon keresztül bőtölt, de, mert akkor rajta volt a Szentléleknek a teljessége, és a Szent élek védelmet adott neki az ördöggel szemben. De a Gecsemáni kertben kezdődött az úgymond kálvária, ott már nem volt természetfölti védelme Jézusnak, csak az emberi természet, az ártatlan, tiszta, büntelen emberi természet, meg a természetfölti sátáni erők ütköztek egymással. Másképp lehetetlenség lett volna hogy a názerti Jézus Krisztus meg tudják feszíteni. Hát többször meg akarták ölni, nem tudták, mert Istennek a kenete természetfőtű hatalma vette körülött, de miután azonosult Jézus, tehát oda szánta magát az atya akaratának, hogy engesztelő áldozatul adja te érted, én érettem mindannyiunkért magát. Ez azt jelentette, hogy átadta magát a bűnnek, hogy az atya ráhelyezze a te és az én bűneimet, de a bűnöknek a következményeit, azokat a sötét sátáni erőket, amely háborút folytat folyamatosan az élő Isten ellen, de mivel hogy látja, hogy az élő Istennel közvetlenül a háborút soha nem tudja megnyerni, ezért az Istennek a támadását, vagy, 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 támadását közvetett módon folytatja, hogy az embert, akit Isten a saját képére is hasonlatosságra teremtett, azt gyalázza, azt támadja folyamatosan, és így akarja Isten a teremtőt közvetett módon megcsupolni. Tehát ezért is nagy ö, felelősséget jelent az ember számára, hogy az Istenek a képe az ő földi pályafutása során ne legyen megcsupolva, hanem megdicsőjön az Úrnak a neve az embernek az életében, mert minden olyan ember életében, ahol az Istenek a munkája le lesz rombolva, az közvetett módon Isten számára vereség, és talán ebből érthető meg az, hogy ő a gonosz tevőnek ezért nem örül a halálának, mert hát ez a ő személyes veresége is, persze ő ezért nem felelős, de valamiképpen az ellenség igyekszik úgy beállítani, a, a, bizonyos emberek életében a sikerét és a győzelmét, mint ami az Istenre mér csapás. És ezért Istennek az a fő célja, hogy minden ember győztes legyen. Egyetlen egy embernek az élete ne kerüljön romokba, ne az ellenségnek a hatalmát, diadalát hirdesse, hanem az Istenek a győzelmét, Istenek a diadalmát, és különösen a názati Jézus Krisztusét, amit ő megszerzett a Golgotai kereszten. A Golgotai kereszten hatalmas nagy küzdelem volt. Nem csak azt lássátok a kereszt áldozatban, amit, a, amit kívülről lehet látni, hogy Jézus fölfeszítették a keresztre, hanem hatalmas a világ mindenségnek a legnagyobb drámája zajlott le. És hát ez döbbenetes, hogy pontosan a Föld volt, ennek a helyszíne, amely nem csak a Földre vonatkozó következményekkel jár, hanem az egész univerzumra, sőt, magára a mennyre is nagy hatással van, ennek a háborúnak, harcnak a kimenetele. Tudjuk, hogy mi, hogy mi lett a ki, ennek a harcnak a kimenetele. Győzelem. Hát ezért is nevezők a Názati Jézus Krisztusnak a életművét, halálát és föltámadását Evangéliumnak, győzelmi írnek. Ugye ez a görög kultúrából is származik, hogy amikor a város városállamok összeütközte, a háború után a győztes futárt küldött, és annak futni kellett a, a népéhez, és be kellett jelenteni a csatának a végkifejletét, és amit hírt mondott, azt nevezték evangéliumnak, győzelmi hírnek. És a Szentlélek jött el ebből a csatából, és ő tesz bizonyságot Jézus Krisztusról, hogy ezt a háborút, ezt a, ezt a, háborút megnyerte, de hát még nagyon sok csata van természetesen, és ebben mi magunk is érintettek vagyunk. De háborúnak a végét tudjuk. Dicsőség Istennek! Amen. És ennek a háborúnak a hírnöke, az igazság szelleme a Szentlélek, aki pontosan azért jött el pünköskor, hogy ezt hírül adja, bizonságot adjon a apostoloknak, mert apostolok csak a föltámadást tapasztalták meg, de utána, hogy mi történt a föltámadásban a názeti Jézus Krisztusnak a mennybe menettel utána mennyben, erről nekik fogalmunk nem volt az érzékszerveiken Fölött álltak azok az események, hogy, hogy nekik is kellett, hogy a Szent Élek lejöjjön, és bizonyságot tegyen arról, hogy a Názeti Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatát, a vérét befogadták az igazi mennyei szenté, szente, Szentek Szentjében, és az Isten, az Atya a Názeti Jézus Krisztust urrá kiáltotta ki, megkoronázta dicsőséggel és tisztességgel, és az egész világ mindenséget, univerzumot, létezőket és a dolgokat is mind alá hatalmának, és ez a győzelmi diadal, ez nem a Földön volt megünnepelve, majd a jövőben lesz a Földön ezért a győzelemére az ünnep, hanem a mennyekben, de természetesen, mivel a Szentlélek kijelenti ezt a Dánzati Jézus hívőben hívők emberek életében, vagy a személyében, ezek az emberek természetesen már tudják ünnepelni azt, ami a mennyben nyilvánvaló, de az várjuk, hogy a látható világban is, a Földön is ezt, ez a, ezt megismerjék az emberek, és ünnepeljék majd a názati Jézus Krisztusnak a győzelmét. De addig, a Szent élek tesz bizonyságot erről. És ez a, az a kijelentés, amit a Kolose belékezít levél második fejezetének a 15. verszakában találhatsz meg, az mennyei jelenetről számol be a Szentlélek, amely így szól, lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadal vett rajtuk abban. Tehát ez er szól a názeti Jézus Krisztusnak a diadaláról. Hogy a sötét erők, amelyek a názeti Jézus Krisztust le akarták győzni, már gondolom utólag nagyon megbánta a halál is, meg az ördög is, hogy kezdett Jézussal, mert ezzel tulajdonképpen véglegessé vált a veresége, hogy a zsidókhoz írt levél második fejezetében mondja a Biblia, hogy a csel ez volt Isten részéről, hogy a halál által győzze le a halál urát. Hogy a halált, a halál, urát, a, a, halál urát így tegye működés lenni, azáltal, hogy bement a halálnak a birodalmába, és gondolom, hogy három napig nagyon optimisták voltak a, 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 ezekben a magas helyeken a bukott angyalok, de hát látták, hogy a Seolban sem tudják Jézus Kisztusnak a lelkét, szellemét fogságban tartani, szemben a eddigi tapasztalatukkal, mert akik oda lekerültek, azokkal azt csinálták, amit akartak. De a názeti Jézus Kisztus lelke szelleme egyik cellából ment a másikba, ott már nem gonosz angyalok irányították, hanem az Úrnak a szelleme ment le, és jelentette be, hogy a Földön mi történt. Egy kis természetfölötti eseményekről szeretnék beszélni, vagy beszélek, ha észrevettétek, amelyet a, a, a Biblia, a, a, Biblia hírül ad, és meg lehet érteni, hogy nagyon fontos és drámai események történtek a háttérben. Ezért érdekel bennünket mindig a háttérhatalom. Természetfölötti szempontból is, meg a természetes háttérhatalom is érdekel Nyilvánvalóan. És ahogy a Biblia bizonyságot tesz, a győzelemnek csak egy kis részét láthat, lehetett látni a látható szinten, de a, a valóságos győzelem az a láthatatlan szinten, a hátírhatalomban történt meg, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat. Csak mi erről annyi információt szeretnék mondani, hogy eredendően a lázadás, az angyalok fejedelme szintjén történt. A fejedelemség az olyan angyalo, angyalt jelöl, amely nagy hatalommal rendelkező szellemi lény, amely kapott egy bizonyos térség fölött uralmi pozíciót, és ezen a szinten történt még az ember teremtése előtt Isten ellen lázadás, tehát Lucifer is egy ilyen angyali fejedelem volt, és a Luciferből lett a sátán, nem a sátán teremtette Isten, hanem a, 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 az által, hogy az Istennel szembeállt, így lett Istennek az ellensége is ellenfele, és ezért tehát a, a sátánt egy angyali fejedelemnek, vezetőnek nevezi a Biblia, egy olyan vezető, akinek alá van rendelve nagyon sok angyal, azok az angyalok, akik követték a lázadásában. És ezek a személyek nagyon sok... Ö, ö, a lehetőségük volt a Názárti Jézus Krisztusnak a feltámadásáig, de a feltámadás megváltoztatta a pozíciójukat, tehát lerombolta a menyei pozíciójukat, tehát nincs totális hatalmunk ma már az emberiség fölött. Előtte teljes hatalmuk volt az emberiség fölött, most megnyílt le, a lehetőség arra, hogy az emberek kijöjjenek a názati Jézus Krisztus által a hatalma alól. De ez egy kemény küzdelem sokszor az embereknek az életébe, de sok esetben, ha megtérnek az emberek, utána is zajlik ez a csata. És pontosan ezért nagyon fontos, hogy megismerd azt, hogy Jézus Krisztusnak a neve, a Jakve amely névben győztes lehetsz. A megfelelő módon használod. De azt tudnod kell, hogy akármilyen erőfeszítéseket teszel is a hívő életedben, az Isten adja a győzelmet az erőfeszítéseidre. Hogy a kettő Korintus belérkezett levél második fejezetének a 14. fejezete tartalmazza, hogy az Úr adja az ő népének a diadalt az ellenség fölött. Kettő Korintus belérkezét levél, második fejezet, 14. verszaka, hála pedig, olvasuk fel közösen, ami megerősíti a győzelemben, vagy a győzelemből való részesedésben e, e, a hitedet, hála pedig Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, az ő megismerésének illatát minden helyen megjelenti minálunk. Ámen. Tehát ő az, aki diadalra vezet, de ahhoz, hogy ez a győzelem valóságossá váljon az életedben, neked is teszítéseket kell tenni. Ezért beszél Pálapostól, hogy a, nem csak Izrael fiainak, hanem a názeti Jézus Krisztusnak abban hívő embereknek is van konfliktusuk az ellenséggel. Azt tudni kell, hogy a mi ellenségünk, az nem testi, ahogy ezt egy újabb igéhez igére hívom, hív, hívom fel a figyelmeteket, az Efézus belélkezét levél 6. fejezet 12. verszaka következőt mondja, tartalmazza, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének a világbírói ellen, a gonoszság szellemi ellen, amelyek a magasságban vannak, vagy eredetiben Uranosban, tehát az égben vannak, és a következőt ajánlja, tanácsolja Istennek az igéje a hívők számára, hogy annak okáért vegyétek fel az Istenek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon mindeneket, elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén darakatokat igaz lelkűséggel, felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának a készségével, és mindezekhez fölvevén a hitnek a pajzsát, amelyel ama gonosz minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is felvegyétek, és a szellemnek a kardját, amely az Isten beszéde, és minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben, a szellem által is ugyanazon dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Tehát nézzük meg a 12. versakot. Pál világossá teszi, hogy említettem, hogy az Ószövetségben Izrael fiainak olyan ellenséges törzsekkel, vagy szomszédos népekkel kellett csatázni, akik őket megtámadták, és meg akarták őket semmisíteni, vagy adófizetőkké tették, vagy pedig rájuk kényszerítették a, a pogány bálvány kultuszaikat, isteneiket, hogy az, azokat imádják. De az új szövetség tartalmazza, hogy a, azt tartalmazza, hogy a hívőknek nem testelés vérrel van tusakodásuk, az eredetiben birkózás szerepel. Tehát birkózás az egyik legnehezebb sportág a teljes személyisége benne van az embernek a birkózáskor. Rendkívül nagy kitartásra van szükség a birkózóknak ahhoz, hogy ne veszt, vereséggel, hanem győzelemmel hagyják el a küzdőteret. És az ellenség, amiről beszél, amivel viaskodik Isten népe Pálapostól szerint, legalábbis Pálapostól ilyen szinten állt konfliktusban, de nem csak Pálapostól, mert az efézusiakhoz írta levelet, és nyilvánvalóan az efézusi gyülekezet tagjai is, nem beszélve arról ugye, hát, hogy az Efézus tele volt bálványimádással, okkultizmussal, spiritizmussal, anya és női isteneket imádtak, és ezekhez fordultak segítségül az efézusi polgárok. Tehát Pálapostól több időt töltött Efézusba, nagyon sok szellemi küzdelme és problémája volt, de pontosan az apostolok cselekedetének a 19. fejezete az bizonyítja, hogy nem volt sikertelen ebben a városban Pál Istenek az ereje áttörte a sötétségnek az erőit, és megszabadultak nagyon sokan gonosz szellemektől, és gonosz sátáni angyalok is hátérbe szorultak. Így több szintjét sorolja föl Pálapostól, a sötétség erőinek. Ezek nem gonosz szellemek. A gonosz szellemek és a gonosz angyalok között jelentős különbség van. A gonosz szellemeknek nincs testük. Ezért akarnak beköltözni az embereknek a testében, hogy felhasználják a mocskos, tisztátalan vágyaiknak a végrehajtására az emberi testet. Viszont ezek a szellemi lények, amiket itt a pálapostól felsorol, tehát kezdve a fejdelemségekkel, majd mondja a hatalmasságokat, valamint az, el, az élet sötétségnek a bírói, tehát olyan szellemi lényekről beszél, amely a korszakokat irányítják, és dominálják a kornak a szellemét. Hogy a, a kor milyen gonosz legyen, milyen mértékű, természetesen ebben benne van az Istennek a megengedő akarata. Nem a tökéletes akarata, a Biblia beszél Isten tökéletes akaratáról, és megengedő akaratáról. Soha nem akarja Isten, hogy a gonosz diadart arasson a földön, de az emberi gonoszság és lázadás miatt megengedi, mert van egy jogi vita Isten és is az ördög között, és abban az esetben, amikor az emberek áthágják az Istenek a törvényét, akkor Isten, mivel jogszerűen akar eljárni az ellenségével szemben, és nem erőhatalommal, ezért megengedi azt, hogy az emberi gonoszság által ezeknek a gonosz sátáni lényeknek a befolyása, a hatalma növekedjen a világ fölött. Biztos vagyok benne, hogy a második világháború ideje alatt is ez történt, illetve már a második világháború előtt az emberiség olyan állapotban volt, hogy ebből már következtetni lehetett, hogy valami egészen szörnyű dolgok fognak megtörténni a világban. Most jelen pillanatban, ezekben a napokban is, nagyon sok szellemi ember azért aggódik, mert olyan lázadás zajlik Isten törvénye ellen, mert az Isten törvénye az egyetemes. Tehát nem arról van szó, hogy a zsidókra érvényes, meg azokra akik, a keresztényekre, akik elfogadják. Az Isten a törvényt nem csak egy népnek adta, hanem az emberiségnek adta, Izraelen keresztül. És éppen ezért a törvénytelenséget Isten mindig korlátozza. Amikor látja, hogy a törvénytelenség olyan szintre süllyed le, akkor e, minden esetben a megengedő akaratával e, kiszolgáltatja a világot ezeknek a pusztító sátáni erőknek, akikről Jézus azt mondta, hogy azért jönnek, hogy lopjanak, öljenek és pusztítsanak. És ilyenkor bevonul a világba, az emberiség, a nemzetek életébe a halálnak a gonosz angyala, a háborúnak a gonosz angyala. Ezekről mind a jelenések könyve beszél a gazdasági válságokat és összeomlásokat előidéző sötét sátáni erők, beengedi Isten a világba a pokolerőit, és ez, a, 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 hogy az emberek lássák a lázadásnak a következményeit, hogy büntetlenül, következmények nélkül nem tudják a törvényt áthágni. Minden törvénytelenségnek és minden bűnnek van következménye, nem csak a személyes szinten, hanem nemzeti szinten, nem csak nemzeti szinten, az egész emberiségnek a sorsára és élet lehetőségeire is negatív kihatással van a Isten törvénye ellen való lázadás. Ilyenkor tehát Isten kiszorul. Nem azért, azért mert persze ilyenkor szóval szokták tenni, hát Istenem mindenható, de mindenható de Isten annyira tiszteli a jogot, annyira tiszteletbe tartja, hogy az ellenségét felruházta eh, eh, megfelelő kompetenciával, és ebből a kompetenciából ő nem eh, 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 emelte ki. Sokan úgy gondolják, hogy Jézus Krisztus föltámadása után kitiltotta a démonokat, kitiltotta a, ezeket a bukott angyalokat a látható világból. De emberek ezek emberi mesék, a Biblia ezt nem tartalmazza a Biblia azt mondja, hogy csak lefegyverezte, de kikkel kapcsolatosan fegyverezte le, Jézus Krisztusra vonatkozóan van lefegyverezve. Ő ütötte ki a fegyvereket ezekből a, ezeknek a gonosz angyaloknak, szellemi lényeknek a kezéből. És azok tudják megkapni a názeti Jézus isnak a győzelmét, akik elfogadják a keresztnek a munkáját, és a názeti Jézus Krisztusnak a diadalát, a halál, a pokol, az, a, a sötétségnek az erői fölött. És ezért a mostani történeti korszakban elsősorban személyes szinten tud ez realizálni. De egyetemes módon, átfogó módon ez nem tud realizálódni. Azért nem, mert meghagyta bukott állapotban is Isten a sátánnak a pozícióját. Azért, mert Jézust megfeszítették, és a a megfeszítésnek is megvan a világra vonatkozóan mai napig is a negatív következménye. A világ nem vonta vissza ezt a határozatát, és nemzedékről nemzedékre öröklődik az, hogy Jézus a világba jött, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg, és ezért szükséges volt az igazságosságnak megfelelően, hogy a názeti Jézus Krisztus kivonuljon a világból, és azért vonul ki, hogy egy kegyelmi időt biztosítson a világnak, hogy fogadják el akkor az evangéliumot, és ezáltal igazuljanak meg, és ha meggazulnak, megkapják a bűnbocsánatot, és a názati Jézus Krisztus meggyilkolásával kapcsolatosan a felelősség megszűnik az életükön. De ez nem történt meg, emberek. Ezért a világnak a jelképe a kereszt, ami nem jelen pillanatban nem áldás közvetít a világ számára, hanem ítéletet és különösen olyan esetben érezni az ítéletnek az előszelét. Amikor tömegméretű az istentelenség, tehát hogy az Istenek a törvényét figyelmen kívül veszik, tömegméretekben a legmagasabb szinten káromolják Istenek a személyét, és mindazokat, akik ezzel, Istennel kapcsolatosak, akkor azon nem lehet csodálkozni, hogy ennek megint egy olyan következménye lesz, sőt, nagyobb, súlyosabb következménye lesz, mint a második világháborúnak. Ezért beszélnek sokan, akik szellemi világképpel is rendelkeznek, nem csak a földi eseményeket figyelik, hanem, ahogy mondtam, a hátterét, mind a két hátteret figyelembe veszik. Ezért például olyan, egy olyan kultúrákban, ahol nagy a bibliai műveltség, összehasonlítható nagyobb, mint Európában, ott ma napjainkban a legnépszerűbb könyvek az eszkatológiáról, tehát ezekről a háborúkról, világkonfliktusokról szóló ö, elemzések, hogy ez hogy fog megtörténni. Milliós nagyságban fogynak el ezek a könyvek, és azt gondolom, hogy ez nem hülye, ö, ostoba embereknek a képzelgése, hanem benne van ez a levegőben. Ha nem történik egy pozitív fordulat erkölcs és szellemi szinten, akkor sajnálatos módon a gonosznak a hatalma és a befolyása az következő években növekedni fog. És ez kihívást is jelent a keresztények számára, hogy mit lehet tenni, hogy, hogy ez a veszélyességet, ezt a fenyegetettséget lehessen csökkenteni. Erre vonatkozóan mondja Pálapostól, hogy birkózni kell azokkal a sötét erőkkel, amelyek ilyen módon megszerzik egyre több területen a kontrolljukat és a befolyásukat. Ezek tehát fejedelemségek, hatalmasságok, a világ sötétségnek a bírói és a gonoszságnak a szellemei, amelyek az égben vannak. Egy másik különbség a démonok és a bukott angyalok között, hogy a démonokról egyértelműen a Biblia úgy beszél, hogy a Föld atmoszférájában tartózkodnak. Ezekről a gonosz szellemi lényekről pedig úgy beszél a Biblia, hogy nem a földnek az atmoszférájába tartózkodnak, hanem a föld feletti a régióban tartózkodnak, az alaknak. Lak, hogyan befolyásolják az embereket, csak röviden erről. A démonok, arról mondtam, hogy démonizálódást eredményeznek az emberekbe, beköltöznek az emberekbe, és bizonyos személyiségüknek bizonyos területét meg, úgymond megkötözik, és ezen keresztül kényszerítik rá az emberekre az ő szándékaikat és romlott vágyaikat. Viszont a bukott angyalok az elmén keresztül gyakorolnak az emberekre befolyást. Tehát az elmé, elmében zajlik ezen a területen a, a legmagasabb szint, a gonoszság, és az ember között a küzdelem. És ezért tanácsolja Pál Lapostól, hogy vegyük föl a különböző, úgymond, fegyvereket. többször félreértették a prédikációmat, tudatosan eltorzították, amikor fegyverekről beszélünk, a Biblia fegyverekről beszél, mert nem csak természetes fegyverek vannak, hanem vannak szellemi fegyverek. Angyaloknak is vannak fegyverei, látunk ezzel kapcsolatosan példákat a Bibliában. Tehát ezek a fegyverek természetesen nem természetes fegyverek, nem olyan fegyverek, amivel a nemzeteknek a hadseregei vagy erőszak szervezetei rendelkeznek, vagy akár polgárok, ha engedélyel, horhatnak fegyvereket nem ilyen fegyverekről beszél a Biblia természetesen, hanem spirituális fegyverekről, amelynek középpontjában pontosan az Isten neve van, a Jákve Niszi. És ezekről a fegyverekről, fegyvereket sorolta föl Pálapostól, hogy ezek a fegyverekkel akár a két kategóriába lehet sorolni őket, védekező és támadó fegyverek. És ezekkel a fegyverekkel a keresztényeknek fel kell fegyverkezniük, használni kell őket Isten vezetése szerint, hogy sikeresek, sikeresek legyenek ebben a természetfölötti szellemi küzdelemben, harcban, hogy hátérbe tudják szorítani ezeket a bukott angyalokat. A démonokat kiűzi te, Jézus, az emberekből. A tanítványok is utána az, az Isten, Jézus Krisztus nevében kiűzték az emberekből a démonokat. A bukott angyalokat azért nem üzzük, üzik a Isten emberei, mert azok nem költöznek be az emberekbe, hanem azokat visszaszorítják. Tehát ezért van birkózás. Tehát visszaszorítás egy térség fölött uralkodó gonosz angyalokat, a vissza lehet szorítani a Biblia alapján, illetve korlátozni lehet a befolyásokat. Efézus 3-ban is Pálapostól arról beszél, hogy lehetősége van az egyháznak arra, hogy a keresztnek a munkájára vonatkozik a 10. versakban, hogy a Názeti Jézus Krisztusnak a munkáját, győzelmét realizálja az ellenség erőivel szemben. Nem csak a bűnnel szemben, nem csak a démonokkal szemben, hanem a sátáni erőkkel szemben. A Biblia tehát az új szövetségben következő olyan a harci szintekről beszél. Van mondjuk a földi, A most a katonasághoz kellene hasonlítani ez a szárazföldi alakulat. A szárazföldi alakulatok közti küzdelemhez tartozik a, most a bűn a, úgynevezett test. Mindenkinek van küzdelme a saját természetével, romlott vágyaival. De ez a küzdelem a legalacsonyabb szintű küzdelem a rosszal szemben. Világos? Utána van egy magasabb szintű küzdelem a gonosz ellen. Ez a gonosz szellemeknek, a démonok világának a val való ütközés jelent, amiről mondtam, hogy a Názeti Jézus Krisztusnak a nevével ezeket a gonosz szellemeket, ki lehet üzni az emberekből, mert Jézus nevének engedelmeskednek ezek a gonosz szellemek. És van egy magasabb szintű a küzdelem a gonoszság ellen, a bukott angyalok elleni küzdelem. És az Efézus 6.12-ben Pálapostól erről beszél. Tehát nem arról beszél, hogy az apostoloknak egy specialitása, és már átlagos keresztényhez ez nem tartozik, hanem úgy beszél erről, hogy az efézusiaknak, minden kereszténynek ebben a küzdelemben, a legmagasabb szintű küzdelemben is van dolgok. Ne felejtsétek el, nem olyan régen egy amerikai, illetve a jövendő honvédelmi miniszter mondta, hogy a háborúnak akkor van vége, ha az ellenség abba hagyja. De a sátán nem fogja abba hagyni a küzdelmet egészen addig, amíg nem kötözik. Tehát éppen ezért azok a passzív keresztények, akik nem akarnak küzdeni, harcolni ezen a három szinten, testi szinten, démonvilággal szemben, a gonosz angyalokkal szemben, esélyük nincsen arra, hogy a földi életükben sikeres keresztény, életek, keresztény életet élhessenek. Nem lehet, nem le lehetséges ez. Nincs semleges terület a két természetföldi birodalom között a Biblia szerint. De nem tud az ember, nem tudja az ember magát pozícionálni egy semleges területen. Sokan nagyon szeretnének polgári, nyugodt életet élni, de hát pálapostól arról beszél a, keresztény, a Timóteushoz itt levélben, hogy mint Jézus Krisztusnak a jó harcosa vitézkedjél, tehát úgy beszél a keresztényekről pálapostól mint harcosról is. Ez nem azt jelenti, hogy mi csak harcosok vagyunk, hanem Isten imádó emberek vagyunk, ha az Istenhez közeledünk, akkor imáddással, hódolattal, szeretettel megyünk az Isten jelenlétébe. De ha az itt említett három szinttel van konfliktusunk, akkor természetesen az Isteni keménységgel kell élnünk, mert Isten természetében van keménység is, és van irgalom is. És a gonoszsal szemben keménynek kell lenni. Ez az Istennek a természete. Vagy egy másik szimbólum a, az keresztényekre. Bárányjal is jelképezik a, a, Bibliában a keresztényeknek a, jelkép, a természetét, és a, a másik állat, amivel jelképezik a természetünk, az oroszlán. Tehát, hogy van, amikor oroszlánnak kell lenni az ellenséggel szemben, és a, a, az Istennel, mint pásztorral kapcsolatosan pedig bárányként kell közelítenünk hozzá. A kettőt per, természetesen nem lehet felcserelni nem az Isten ellen kell harcolnod, és az ellenséggel pedig megalkudnod, mert abból bajod származik. Ez az érett kereszténységnek egy előfeltétele. Ahhoz, hogy komolyan és tartalmasan megérd a keresztény életet, és sok mindennel kapcsolatosan kapjál Istentől kielentésből származó ismeretet, ezen a szinten is mozognod kell természetesen, mert csak így tudod megismerni a Jekfe Nisztit is. Ebben szintén az emberi erőfeszítés és Istennek a támogatásának a, és erejének az együttműködésének a következtében kapja meg az ember az Istentől a győzelment, illetve részesedik győzelemben. A kettő korintus belékezít levél második fejezet, tizedik fejezetében Pál Lapostól azt mondja ezekről a fegyverekről, hogy erősek az erőségeknek a lerontásában, és elmondja, szóval katonai kifejezéseket használ a tizedik fejezetekben, amikor mondja az erősségeket, magaslatokat, okoskodásokat, tehát olyan katonai, militáns szakkifejezéseket használ a saját korából származóakat, amelyekről azt mondja a korintusiaknak, tehát nem csak az efésziusiakra vonatkozik, hogy ezekkel az erős fegyverekkel lehet lerombolni ezen a szinten a, a, az ellenségnek az akna munkáját. És világosá teszi a Biblia, ugye nagyon nagy téma ez, a részletesebben azoknak a keresztényeknek beszélek erről általában, akiknek van ezzel kapcsolatosan tapasztalata, de a legfontosabb az, hogy tudjanak, hogy, hogy, Isten arra hívott el bennünket, hogy mi is győzelmet arassunk a világ fölött. Jézus azt mondta a tanítványoknak, ami mielőtt elment volna a világból, hogy ne aggódjanak, ne féljenek, ők legyőzték a világot. De nekünk is feladatunk, hogy győzelmet arassunk a világ fölött, és világosá teszi János, hogy kik fogják legyőzni a világot. Azok, akik hisznek Jézusban, hogy ő a Krisztus, és nyilván, hogy újjászülettek, mert a názeti Jézus Krisztusba vetett hit, az nem más, mint a győzelemnek a hite. Ez győzelem nélkül, tehát a győzelem tárgya a keresztény hitnek. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a hitednek ezt a győzelmet is tedd tartalommá, hogy, hogy részesülhessél a názeti Jézus Krisztusnak a győzelméből. És természetesen, az egyház azért nem tudja a világot teljes mértékben átfogva legyőzni, nem is feladata ez, mert sokféle oka van ennek, és ezért is várjuk a názati Jézus Krisztusnak a visszajövetelét, aki vissza fog jönni, ahogy a jelenések könyve mondja, és a halál nem lesz többé, tehát ez azt jelenti, hogy a gonosz végleges vereséget szenved. De ehhez a témához tartozik még Istennek egy második neve, még talán maradt erre egy kevés időnk, amit ő ezzel kapcsolatosan el szeretnék mondani röviden, a jákve szöbáot, a seregeknek az ura. Ez a kifejezés pedig az angyali világot jelöli, az, az, azokat az angyalokat, jó angyalokat jelöli, amelyek az Istennek, az Úrnak a vezetése alatt harcolnak és küzdenek. Isten népéért, Izraelért, illetve bizok benne, hogy az új szövetségben is ezek a seregek, illetve a seregeknek az ura nem passzív állapotban van, és hallottátok, különösen akkor nem, hogyha a keresztények is engedelmeskednek Isten igéjének, és nem lázadnak föl Isten ellen. Az újszövetségben több helyen is a Jákfét nevezi Isten, Jákfe, Szöbáotnak, az egyik ilyen például az 1 Sámuel 15.2-ben, amikor Sámuel proféta mondja Saul királynak, hogy szintén hát kivel is lenne probléma, mint az amalekitákkal, és érdekesképpen, hogy úgy beszél, úgy adja kijelentést, hogy a forrásként a Jákve Cöbáutot jelzi, tehát a seregek urát jelenti ki Saul számára a 15. fejezet második verszakában. Így szól a seregek ura, megemlékeztem arról, amit cselekedett Amalek izrael hogy útját állta néki, mikor feljött Egyiptomból. Tehát itt jágfe szövegáltott neveként jelenti ki a szent élek az urat, ami azt jelenti, hogy az Úr a, az angyalokkal együtt harcol az ő népéért. A Biblia világosá teszi, hogy Isten maga is harcos. Jézus Krisztusról ez a harcos kép kiveszett a keresztényekről, és különösen mai világban igyekeznek Jézus Krisztus személyét szentimentális alapon megközelíteni de Krisztus létezett az új szövetség ideje alatt is. Igaz, hogy fölvett emberi természeted, de nem változott meg. Ő a seregek ura. Tehát ő a Jakve Szöbávot, aki vezeti az angyaloknak, angyaloknak, a légióit, utal is erre Jézus a kihallgatásakor, hogy ha az ő országa ebből a világból lenne, akkor lejönnének a légiók, az angyalok, és harcolnának érte. Ez nem azt jelenti, hogy ezzel a kijelentéssel, hogy Jézus lemondott volna a hadvezéri pozíciójáról, mert erről van szó, hanem továbbra is a názeti Jézus Krisztus hadvezér, majd látjuk, hogy eljön az idő, amikor a világ a názeti Jézus Krisztusnak egy új arcát fogja megismerni, hadvezérként fogják megismerni a nemzetek a názeti Jézus Krisztus személyét, és ez óriási nagy meglepetést fog okozni sok ember számára, mert nem gondolták volna Jézusról, hogy ő ilyen vezér, de természetesen az ő serege elsősorban angyalokból áll, angyali lényekből áll. Tehát ezért már Mózes is, a, különösen a veres tengernek a kettéválasztása után az urat úgy dicsérte a Izrael fiaival együtt, mint vitész harcos seregeknek az ura, tehát mint hadvezér, így adott köszönetet az úrnak. Mert kiderült, hogy hadvezérként az úr angyalaival együtt harcolt a mesiás Izrael fiaiért, hogy megszabaduljanak az egyiptomi hadseregtől. Van egy nagyon megdöbbentő kép Józsói történet a Józsói könyvében, az ötödik fejezetben, amely Uh, ugye Jeriko osroma előtt uh, időben történt, hogy éjszaka Józsué, mint hadvezér, a várost megszemleltem, hogy hogy lehetne ezt a várost bevenni. És az, uh, egy meglepő természetfölti tapasztalata volt józsué -nak. A 15. illetve 13. verszaktól olvasom föl ezt a történetet. Lőn pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, fölemeli az ő szemeit. Láttá, és ime egy férfi áll előtte messzelen karddal kezében. Hozzáment Józsi, és mondja neki, közülünk való vagy -e te, vagy az ellenségeink közül. Azt pedig mondja, nem, mert én az úr seregének a fejedelme vagyok, mert jöttem, és leborul Józsué a földre az arccal, meghajtá magát, mondanéki, mit szól az én Uram az ő szolgájának. És mondja az Úr seregének a fejedelme, a Józsuénak, old le a te fej saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz, és úgy cselekedék Józsué. Ugye ennek a történetnek az egyik fontos kérdése, kérdése az, hogy ki volt ez a természetproti lény, akivel Józsué találkozott. Ugye az első a válasz, ami adódik az embernek, hogy biztos, hogy egy angyal volt. De ha angyal volt, tudjuk nagyon jól, az Ószövetségben nem szabadott az angyal előtt leborulni, és nem szabadott az angyalnak imádást adni. Itt pedig azt olvassuk, hogy József leborult, arcra borult, és imádta ezt az angyalt. Tehát ebből világosan köve lehet következtetni, hogy egy Krisztus jelenéséről van szó, ahogy arra utaltam, hogy Krisztus létezett a megtestesülés előtt is. Az Új Szövetség arról beszél, hogy a Mesiás fölöltözte magára az emberi természetet, hús, vér, valóságot öltöz föl magára. De a Mesiás többször is megjelent az Ószövetségben. Mesiással találkozott Ábrahám, Mesiással találkozott Jákob, Mesiással találkozott Mózes és mesiással találkozott Józsué is. Tehát ahogy megnézte, megszemlélte Jerikó városát, odaállt elé a mesiás, és minek mutatta be, minek jelentette ki a mesiás magát, hogy én vagyok a seregeknek, úr seregének a fejedelme. Tehát hogyan jelentette ki magát? Hadvezérként jelentette ki magát. Utána ez a kép a Bibliában háttérbe vonul, majd a jelenések könyve végén újra a názeti Jézus Krisztus, mint hadvezér tűnik föl, és éppen ezért jó, ha megbarátkoztok azzal, hogy nem egy szentimentális szerelmest kell Jézus Krisztusba csupán látni, hanem egy olyan hadvezért is, amelynek van konkrét serege, nagyon sok szellemi lény, angyal tartozik az ő hatalma alá, és természetesen az érdekel bennünket, hogy hogyan tudjuk megnyerni velük a szövetségesi viszonyt, és hogyan fognak bennünket támogatni kritikus helyzetekben. Ugye ez rendkívül alapvető fontosságú keresztények számára, hogy az Istenek az angyalai, az angyaloknak a fővezérének az útmutatása szerint az Istenek a népét támogassák és segítsék. Tehát Józsóinak visszatérve, a mesiás jelent meg. És még egy nagyon fontos tanulsága van ennek a történetnek, több is, de csak a lényegeset emeljük ki. A józsui a kérdése az volt, hová tartozol? Jerikóiakhoz vagy izraeliekhez? És látjátok, hogy mi a válasz, hogy ebbe elmondta a nevét, seregek ura vagyok, és józsui alá kellett magát rendelni. Vagyis mi a lényege? Hogy nem ő csatlakozik Isten népéhez, hanem Isten népének kell csatlakozni a seregek fejedelméhez is, urához, Istennek és urához, engedelmeskedni Istenek az igéjével, igéjének, és ennek eredményeképpen a seregek urának a fejedelme segítséget nyújt és támogatást nyújt neked minden konfliktus helyzetedben. Amen. De azt ne várd meg, és ne gondold azt, hogy a te önszélú dolgaidért a, az Úr vagy az Úrnak az angyalai fognak küzdeni értebb. Ezért a legszentebb dolgot, ö, dolog a Földön, az Istenek az ügye. És az Isten ügyére nézel, és arra adod át az életedet, akkor számíthatsz arra, hogy az Istenek az angyalai is támogatni fognak téged ebben a küzdelemben, és sokkal többet fogsz elérni, mintha öncélúan a saját érdekeidnek az érvényesítésére, Teszed az életvezetésedben a hangsúlyt. Világos? Az ügy vezeti, emeli föl az embert. És mivel az Istenek a munkája? A legnagyobb ügy a Földön, a rengeteg nagy támogatója van fönn a mennyekben, Istenek az angyalai, angyalai ezt előmozdítják. Ezért, ha azt akarod, hogy ők egy ilyen szövetségi viszonyba kerüljenek velem, és támogatásaikból részesüljél, akkor mindenféleképpen azt kell tenned, hogy neked kell oda számnod magadat Isten ügyének, és ne azt gondold, hogy majd a te kis magánk is privát, mutis ügyeidet az Úr ki fogja szolgálni, és támogatni fog, hogy ezeken a területeken az érdekeidet tudjad érvényesíteni. Józsuinak ezt adta kijelentés, hogy figyelj ide, mind a kettőtök fölött állok, de azért fogtok győzni, miért győztek Izrael fiai? Mert Józsui alárendelte magát, imádta a mesiást, elfogadta urának, elfogadta a vezetését, és ennek köszönhetően nem a jerikóiak győztek, hanem Izrael fiai győztek. Még egy megdöbbentő történetet hadd utaljak. Ugye ezek olyan nagy témák a Bibliában, hogy csak vázlatosan tudom, Ezekkel, ezzel kapcsolatosan Isten nevének az igazságát fölvázolni előttetek, de bízok benne, hogy a Szentlélek fog tanítani benneteket, különösen ha a Bibliát szorgalmasan tanulmányozzátok, akkor ez a része is a Bibliának rendkívül sok ö, 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 izgalmat és élményt, és nem beszélve arról győzelmet fog számotokra biztosítani. Úgyhogy a bő, Bibliát ne egy hadott könyvnek vegyétek, hanem ez egy hadi könyv is. Ben van a, a háborúnak a stratégiája, hogy kell harcolni a gonoszsal szemben. És egy olyan világot tár elénk, a, amely a keresztény életet nem teszi unalmassá, hanem izgalmassá válik a keresztény élet. Ugye nagyon sokszor a keresztények nem tudnak magukkal mit kezdeni, csak az áldás várják és ha nem jön az áldás, akkor futkoznak az áldás után. És utána az veszi észre, hogy elkezdi őket az ellenség is üzni. De a Istennek a tökéletes akarata nem az, hogy az ellenség téged üzzön, hanem te üzd az ellenséget. Te neked a kezedben legyen a kezdeményezés. Ézsajás próféta 37. fejezetében egy megdöbbentő, és szinte egyedülálló katonai csodát olvasunk, hogy hogyan lehet legyőzni 185 ezer embert egy személynek. Ez szinte abszolút lehetetlenség. Ugye, és hogy történt ez meg? Tehát elmondom az előzményeket, Jeruzsálemet körülvette akkori korban a legrettenetesebb hírű katonai militáns hatalom az asszíriaiak kegyetlenek voltak a háborúban. Följegyezték, hogy a, olyan kegyetlenségeket követtek el, hogy példátlan talán a történelemben. Sokan a náciknak a kegyetlenségével hozzák összefüggésbe az asziroknak a kegyetlenkedését. De hát azt gondolom, hogy most, amit az elmúlt időben látunk közel-keleten, a, a, az iszlamisták részéről azt, azt látjuk, hogy még azért nem került le az emberi gonoszság a mélypontra, még van még a náci gonoszságnál is nagyobb mélységű gonoszság. Sajnálatos módon. No, de a, a följegyzések szerint a, ezt a, a kegyetlen sátáni gonoszságot először is az aszirok képviselték. Körbeveték Izraelt, illetve Jeruzsálemet, az egész város remegett. Mert ugye hallották, hogy milyen kegyetlenségeket követnek el a legyőzöttekkel szemben. Úgyhogy a királynak csak írtak a királynak egy olyan levelet, amitől a király szintén fóbiát kapott, vagy pánikot kapott, de szerencsére, hogy volt Isten népe között egy szent ember, egy proféta, Ézajás proféta akinek volt látás az Isten hatalmáról és erejéről, és aki tudta, nagyon jól és világosan látta, hogy akármilyen nagy katonai győzelmetet arattak eddig az asszírok, de a mindenható Isten náluknál is nagyobb. Ezért a király elküldte a profétához a gyalászkodó levelet, ő ezt a gyalászkodó, káromló levelet, megfélelmítő levelet bemutatták az Istennek, Utána a király imádkozott az úrhoz, és utána a, a, a seregek urának a fejedelme kiküldött egyetlen egy angyalt fegyverrel. És egy éjszaka alatt 185 ezer asszír katonát ölt meg. 185 ezer izajás profétának. amikor tudom, hogy nyilvánvalóan, hogy egy materialista világnézettel, vagy egy agnosztikus világnézettel ezeket a történeteket nem, 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 ezzel nem tudják hová tenni. Én is így voltam, tehát nem meg tudom érteni, hogy addig, amíg az ember nem tapasztalja meg a természetről tit, nem találkozik Istennel, nem kap Istenről az erejéről és hatalmáról, egy benyomást, és illetve tapasztalatot, addig nagyon nehezen tudja elképzelni azt, hogy mi történik a láthatatlan szellemvilágban. Sokszor olyan, mintha az ember, hát elnézést, ha a sértés, amit mondok, hogy süketeknek beszél, mert nem lehet megérteni. Az érzékszerve az emberben hiányzik, hogy ilyen dolgokat föl tudjon fogni, és a legtermészetesebb reakció az, hogy ez egy mese nagyon megnyugodnék, ha csak mese lenne. De ez az a helyzet, hogy létezik a Földön kívüli valóság. Ma már egyre többen beszélnek egy alternatív naprendszerről is, talán civilizációkról is. De hát ez a keresztényeknek, bibliai világnézettel rendelkező keresztényeknek ez nem újdonság, mert tisztában vannak, hogy van alternatív civilizáció, vannak szellemi lények, akik például beszél Izajás próféta, égben egy olyan városról, amint majd például a mesiás ítéletekor, amikor a mesiás jön ítéle, ítélettel, ez a város akkor fog elpusztulni, és széjjel zuzódni, zúz, zúz, és, és, és megszűnni. Tehát az univerzummal kapcsolatosan, a Biblia nem ad teljes információt, teljes képet, de bizonyos utalások vannak a Bibliában, hogy a mostani világnézetünket ne nagyon vegyük komolyan. Tehát, hogy vannak fehér foltok a világnézetünkben, vannak titkok, amire nyitottnak kell lenni, hogy előbb-utóbb ezekkel kapcsolatosan is egyre több információ, világosság fog kiderülni, és az emberek meg fogják ismerni, hogy nem csak a látható világ létezik, és nem csak úgy kell elképzelni a Istent és az embert, hogy van Isten ott egy magányos személy, és nincs neki birodalma, nincs neki civilizációja, mert maga a menny is egy civilizáció. Csak nem olyan lényekből áll, mint itt a földi létezők, hanem hát többnyire szellemi lények, de ez sem azt jelenti, hogy nincs a szellemi lényeknek anyaguk. Van anyaguk, hát csak gondoljatok Jézus föltámadására, amikor a tanítványoknak megjelent, a tanítványok azt hitték, hogy a szellem jelent meg számukra. De Jézus azt mondta, hogy gyertek ide, tapogassatok meg. A szellemnek nincs husa, szellemek nincs csontja, de nekem van csontom, van húsom. Tehát Jézus Krisztus a mennyekben nem egy szellemi lényként, csupán szellemi lényként ment fel a mennyekbe, hanem mint szellemi lénynek valóságos teste van, ami olyan csontokból áll, mint a mi csontunk, és olyan húsból áll, mint a mi húsunk, csak lényegesen megváltozott a csontjának és a húsának a tulajdonsága. ami testrészeink halandóságnak, romlandóságnak van alárendelve, és pontosan a a feltámadásnak az a lényege, hogy nem megsemmisíti az emberi teste, hanem átalakítja az emberi testnek a tulajdonságait, és a húsod, a belső szerveit, nyilván a vér eltűnik, mert a vér nem, örök, nem kerül be az Isten országába, mert nem a vér fogja ér, é, eleveníteni és éltetni az emberi testet a, a, a feltámadás után, hanem a szellem, de olyan testet éltet a szellem, amelyben van hús, van csont, csak ezek halhatatlanok és romolhatatlanok. Tehát olyan valóságosan fogjuk látni és ismerni egymást a mennybe, mint ahogy most látjuk egymást, sőt szeretném hangsúlyozni, hogy sokkal valóságosabb. Van. Jézus, Jézusnak a testében továbbra is megvannak a csontok, ha most megjelenne neked, akkor simán meg tud jelenni úgy, mint ember. Angyalokról meg rendszeresen olvasunk a Bibliában olyan beszámolót, hogy képesek voltak úgy fölölteni magukra az emberi formát, de az másról van szó, szóval az nem megtestesülés hanem fel tudtak venni egy emberi alakot, és sok esetben, miután találkoztak például Gedeonnal, Gedeon csak utána ismerte fel, hogy nem egy Isten szolgája vagy emberek kereste meg, hanem a mennyből jött el egy angyal, miután tett vele egy csodát. De ugyanezt történt például sámsonnak a szüleivel is. A, a sámsonnak az anyukája meg volt róla győződve, hogy egy proféta profétált neki, Miután többször visszajött az a személy, utána jöttek rá, hogy ez nem proféta, hanem az Istenek az angyala. Mit gondoltok a zsidókhoz itt levél, miért beszél arról nektek, hogy a, vendég, a vendégszeretők legyetek, mert a tudatokon kívül angyalokat fogtok meg, a vendégül látni. Ma beszélnek ugye fekete szemüveges idegenekről, nem tudom, hogy léteznek ezekkel, vagy nem, én még ilyenekkel nem találkoztam, de abba hiszek. Hogy egy angyal úgy föl tudja ölteni magára az emberi természetet, hogy nem fogod tudni megkülönböztetni, ha nem ad magáról valamilyen természetot, jelent, de abba hiszembe vagy, hogy emberrel beszélsz. És meg vagyok róla győződve, hogy ilyen lények bizony járnak a földön. Vannak, amikor láthatatlanul, olyan nagyon sokban, és van, amikor ezek a, a, személyek láthatóvá teszik magukat. Tehát érzék szervek számára is életjelet adnak magukról, hogy fel lehet ismerni. Ezeknek sokkal nagyobb a hatalmuk és befolyásuk az ember lelke és a szelleme fölött, mint az emberek fölött. Például Dávid, amikor népszámlálást tartott, akkor is Jeruzsálem fölé egy angyal jött, hatalmas nagy fegyvere volt, kardja volt, és elkezdte Dávidnak a bűne miatt megítélni Jeruzsálemet. Dávid, amikor meglátta a város fölött az angyal, és pontosan a templomhegy fölött állt a levegőben az angyal, és akkor rájött arra, hogy angyal pusztítja az embereket ilyen dögvésszerű betegségekkel, hogy egyik pillanatról a másikra az emberek meghalnak akkor íjjelt meg Dávid, és döbbent rá, hogy milyen nagy ő bajba sodort az ő népét, és utána mutatta be az engesztelő áldozatot, és utána az Isten parancsolt az angyalnak, hogy a fegyverét tegye le, és megszűnt a csapás Jeruzsálemben. Tulajdonképpen ennek a következményben lett kiválasztva az a hely a templomnak, ezt nevezzük ma is templomhegynek, ami jelen pillanatban mecset áll, de biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb majd az Úr dicsőségének, a sekinájának a helyszíne lesz. Tehát ezek a küzdelmek nagyon izgalmasak, és izgalmassá teszik a keresztény életet, és erről, ezekről nem mondjatok le, mert a jövőben is lehet arra számítani, hogy nem csak a jó fogja magát kinyilatkoztatni, hanem a Jelenések 12. fejezetében arról van szó, hogy a történelemnek a végén egy hatalmas, nagy, gigantikus, az egész univerzumra gyökeres változást eredményező, Angyalok háborújára fog sor kerülni. A sátán angyalai és az úrnak az angyalai harcolna, Mihály vezetésével meg is nevezi a jelenések könyvének a 7. és a 9. verszaka az úr angyalainak a vezetőjét, és ez a jó angyaloknak a győzelmével fejeződik be, és ezután a sátán és az angyalai leknek a földre és összekeverednek az emberekkel, sokan feltételezik az, hogy a különböző UFO jelenségeknek legalábbis a reális része Ez áll kapcsolatban, hogy olyan gigantikus háború fog kitörni a láthatatlan, számunkra láthatatlan világba, aminek eredményeképpen az a bukott angyaloknak a, 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 a nem marad más lehetőségük, mint a földre való költözésük, és ekkor történik meg egy újabb hibridáció az emberiség, és ezek fölött, között mondanám divatos nyelvvel, idegenek között. És ezután fog Jézus Krisztus jelenések 19. és 11. verszakában, tehát 19. fejezet, 11. verszakában megjelenni, mint hadvezér. És ennek az összefüggésében kell majd látni az Antikrisztusnak a feltűnését is, mert a jelenések könyve egyértelművé, legalábbis azt mutatja, hogy az emberiség és a bukott angyaloknak a hibridációjának a terméke lesz az Antikrisztus megjelenésre, tehát nem érdemes ráfogni Trump elnökre, vagy remélem elnök lesz, sokan úgy gondolják, hogy ő az Antikrisztus, előtte tehát egy hibridáció fog megtörténni a Földön, újra összekeveredik az emberiség, idegenekkel, ahogy használjuk ezt a kifejezést, tehát olyan lényekkel, amelyek nem Ádámtól származnak, nem az Ádámi fajhoz tartoznak, és ennek az eredménye lesz a gonoszságnak a beteljesedése a Földön, és ezt a gonoszságot viszont már az emberek nem tudják kezelni, és ezért szükségessé válik a mesiásnak az újsmételt eljövetele a Földre. És a 19. fejezet tartalmazza, hogy harcosként fog eljönni a mesiás, felolvasom befejezésül, és látám, hogy az ég megnyílt, ime volt egy fehér ló, aki azon ül vala, hivatik hűnek, igaznak, igazságosan ítél és harcol, az ő szemei olyanak, mint a tűzlánk, fején sok korona, az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő vala. Vérel hintett ruhába volt öltöztetve, a neve Isten igének neveztetik, mennyei seregek követik vala őt, fehér lovakon, fehér és tiszta gyorsba öltözve, és az ő szájából éles kardjő valaki, hogy azzal verje a nemzeteket, és ő fogja azokat legeltetni vasveszővel, és ő nyomja a Mindenható Isten haragja hevének a borsajtóját. Vagyis utána következik, hogy az úgynevezett Harmadik Világháborúnak, vagy utolsó világháborúnak, mert lehet, hogy lesz még előtte, amit Biblia Armagedonnak nevez, hogy ennek a világháborúnak red véget a názati Jézus Krisztus és a seregei, tehát mint seregek ura, seregek hadvezére, és Jézus utal erre az időre, az evangéliumba, hogyha nem avatkozna be Isten ebbe a világkonfliktusba, az emberiség elpusztulna. De hála Istennek, hogy eljön a mesiás, és az emberiséget ilyen módon megmenti. És végül is a Biblia győzelemmel fog befejeződni, és az emberiségnek a, mondanám, a maradéka, nehéz megmondani most jelen időben, hogy kik fognak élni az emberek közül, tehát azok részesülni fognak a názareti Jézus Krisztus győzelméből. Nagyon vázlatosan ennyit tehát a Jakve Niszi, a jákvet szövő át a szobábra is élő név és valóságos győzelmeket tartogat Isten népe számára, mindazok számára, akik az Úrnak a nevét segítségül hívják.